Dél-Magyarországon, Csongrád megyében vagyunk, Algyő településen, Gubacsi Zoltán kertészetében, egy vadonatúj üvegházban, ahol high wire, vagy magyarul engedős uborka termesztés zajlik, Rijk Verdon nevű fajtájával. Néhány szót a termesztés technológiáról. Az üvegházak fűtése termálenergiával történik, két termálkúttal rendelkezünk. Az új üvegházunk elkészült 2021 márciusában, április legelején került beültetésre a Verdon fajtával, tehát négyzetméterenként 3 tő uborka van, ami az eddig leszedett súlyok kimondottan jók, 2,5-3 kg per négyzetméter között tudunk szedni. Célunk az, hogy a biológiai növényvédelmet erősítsük, próbálunk úgy termelni, hogy a legkisebb növényvédőszer terhelés legyen. A legnagyobb kihívás a liszharmat, az utóbbi években egyre nagyobb a liszharmat nyomás, tehát az egyik fő igényünk a fajtákkal szemben, hogy minél jobban rezisztensenek legyenek a liszharmatra. Rezisztenciák ugye a nyári időszakban a Verdon fajtát tudjuk kiemelni. Most ugye az ernyős művelésben is ezt a fajtát használtuk, a high wire-t engedős uborkába szintén eddig pozitív a véleményünk a fajtával kapcsolatban. Azért kezdtünk bele a high wire termesztés technológiába, mert az új növényházunk ugye adta ezt a lehetőséget, eleve így volt kialakítva a technológia. Célunk az, hogy minél tovább tudjunk termeszteni az adott növényházban, hajtatásos termesztésen belül a high wire uborka termesztés a forma egy, tehát itt napra késznek kell lenni mindig. 12 éve foglalkozunk így uborka termesztéssel, a Rijk Zwaannal a kapcsolatunk erre az időszakra nyúlik vissza. Az utóbbi években egyre szorosabb az együttműködésünk. Vannak fajta kísérletek is, mi ebben partnerek vagyunk, tehát szeretnénk elsők között lenni. Most az új high wire engedős uborkába is Verdon a főfajta, eddig pozitív a tapasztalat vele. Az új házban is Verdont ültettünk április közepén, és a következő tervünk, hogy július 15-ig ültetésű a Blue Wind nevezetű fajtával szeretnénk folytatni idejévünket. Azért választottuk a Verdont, nyári időszakban nagyon jó rezisztenciával rendelkezik, szép minőség tartása, még nagyon jó kacsosodása rendelkezik maga a fajta. Sikereink közt azt emelném ki, hogy egész évben a szedési, termesztési időszakban, tehát február közepétől november végéig homogén, jó minőségű uborkát tudunk előállítani. Próbálunk a minden évben ezen fejleszteni, minél jobban innovatívak lenni, és egyre jobban javulnak ezáltal a termesztési feltételeink. Egyre jobb minőségű terméket tudunk előállítani. Erősebb, növekedésű, tehát ernyőművelésben megújulni képes fajtákat szeretnénk termeszteni. A high wire technológiában erősebb növekedésű, mind a két termesztés technológiában magas liszharmat rezisztenciájú fajtákkal szeretnénk dolgozni, és hát ami a legfontosabb, hogy minél nagyobb legyen az adott fajtának a termőképessége.